szomorú emléknap van ma, hiszen 102 évvel ezelőtt ezen a napon indult el az első világháború, vagy ahogy akkor tájt hívták, a nagy háború, az első világégés, az első olyan tömegháború, amelyik teljes mértékben megváltoztatta az emberiség történetét, és valahogy így köszöntött be a 20. század Európában. Ez a háború volt az, amely teljes mértékben megváltoztatta az akkori európai kontinensnek minden részét, akár, hogyha itt végigmennek a kiállításon, ennek egy bizonyos részeit láthatják is, a tömegtermelést, a választójog kiterjesztését, az átalakuló világhatalmi viszonyokat, mindegyiket meghatározta az első világháború, átalakította az európai ember életmódját, gondolkodásmódját, a családok felépítését, a politikai szerkezetét és a teljes államközi kapcsolatokat is Európán belül, az öreg kontinensen belül. Magyarország számára pedig azt nem is kell mondani, hogy mekkora veszteséget jelent az első világháború. Itt nem csak a trianoni békediktátumra gondolok, amely nyilván a megemlékezés sorozat egy későbbi fázisában kerül majd a megemlékezések középpontjába, hanem arra a roppant emberáldozatra is, amit Magyarország az első világháború idején elszenvedni volt kénytelen. Az első világháborúban az akkori Magyar Királyság területéről, Magyarország területéről besorozott katonák közül 662 ezeren nem tértek vissza soha. 662 ezer hősi halottja van Magyarországnak az első világháborúban. Ez a szám kétszer akkora, mint a második világháborúban elhunyt katona áldozatoknak a száma. Magyarország kétszer annyi magyar katonát vesztett az első világháborúban, mint amennyit a második világháborúban vesztett. A második világháborúban minden mellett azért rengeteg polgári civil áldozat is volt. Mindezek mellett 743 ezeren hadifogságba estek, 734 ezeren megsebesültek, ők is mind az áldozatok között vannak az első világháború során. Nekünk a feladatunk ezekre a hősökre emlékezni, hiszen a 20. század történelme sajnos nem nyújtotta azt a lehetőséget, hogy folyamatos módon emlékezzünk a nemzeti hősökre, erre 662 ezer hősi halottra és mindenki másra is, aki hőstettet hajtott végre az első világháborúban. Akik a nemzetért adták az életüket, ők 662 ezeren, ők mindörökkel, míg magyar nemzet van, addig a magyar nemzet kegyeletére kell, hogy számítsanak. És úgy gondolom, hogy ebben a 20. században nagyon sok adósságot halmoztunk föl, hiszen az első világháború után az akkori mindent vissza politikájában még ezekre a hősökre ugyan emlékeztek, bár akkor is egy vesztett háború hősei voltak, de utána az azt követő években, a kommunista időszakban teljes mértékben lerombolták azokat az emlékműveket, itt Budapesten is többet, amelyik az első világháború áldozataira, hőseire emlékezett, akár hogyha elmennek Budán a vár alatt, akkor a Dózsa György szobor helyén állt az egyik első világháborús emlékmű, de voltak más helyén is a fővárosnak első világháborús hősi emlékművek, de ezek nagy részt megszüntetésre kerültek. Az akkori kommunista időszak nem vállalta a történelmi folytonosságot az azt megelőző korszakkal, az első világháború hőseit nem Magyarország hőseinek gondolta, hanem egy akkori uralkodó osztály és dinasztikus háború során elesett katonákra gondoltak. Éppen ezért az a kultusz, ami körül kéne, hogy vegye ezeket a hősöket, az a tisztelet, amelyet meg kellett volna adni azoknak, akik a nemzetért haltak meg, ez 50 évig szünetelt Magyarországon, és a rendszerváltás után is csak keresgéljük azokat a módokat, hogy hogyan tudunk nekik tiszteletet adni. Éppen ezért az első világháborús megemlékezéseket kormányzati szintre emeltük, és a magyar kormány létrehozta a centenáriumi emlékbizottságot, amelyben több minisztérium képviselői, illetőleg neves történész szakértő is, mint például Schmidt Mária részt vesz, és ezt a munkát irányítja emlékbizottsági, centenáriumi emlékbizottsági szinten. A bizottságnak éppen ezért az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy azoknak az emlékét őrizzük, akik hősi halált haltak, és folyamatosan hirdetjük meg azokat a pályázatokat, amely ezen helyi emlékművek felújítását célozzák. Már eddig is több mint 300 emlékműnek, vidéki obeliszkeknek és más emlékműveknek a felújítását tudtuk támogatni központi keretből. Ugyanakkor eltökélt szándékunk, hogy ez alatt az időszak alatt, az emlékezés évei alatt minden magyarországi első világháborús emlékhelyet felújítsunk, amelyik felújításra szorul, mert az utóbbi időben nem tartották karban, és nem méltó az első világháborús hősi halottakhoz az a helyi emlékmű, annak a helyi emlőknek az állapota, amiben van. Éppen ezért én ezen fórumon is szeretnék biztatni minden magyar települést, ahol olyan első világháborús emlékmű van, amelyik nem jó állapotú, hogy forduljon a Centenáriumi Emlékbizottsághoz. Ez egy felülről teljes mértékben nyitott keret, minden önkormányzat, minden pályázatát el fogjuk fogadni, aki első világháborús emlékművek felújítását, renoválását kéri. Azt szeretnénk, hogyha az emlékezés végére minden magyarországi első világháborús emlékmű megújulna.
Mindemellett, mint azt valószínűleg önök is ismerik, korábban egy pályázatot is írtunk ki egy központi emlékműre, hiszen Magyarország azon nagyon kevés országok közé tartozik, amelynek nincs központi emlékműve az első világháborús hősi halottak emlékére. Ezen pályázat során több művet is díjazott az emlékbizottság egy szakmai zsűri előzetes véleménye után, de egyik sem volt olyan, amelyet meg lehetett volna valósítani, amely méltó lett volna az áldozatok emlékéhez is, és kellő grandiózus, kelló heroikus impressziót keltett volna az odajövőkben. Éppen ezért bízunk benne, hogy a következő hónapokban sikerül megtalálni a megoldást, hogy valóban létrejöjjön az első világháború áldozatainak a központi emlékműve is. De mindemellett nagyon sok más pályázatot is támogatott az emlékbizottság. Összesen az elmúlt időszakban kulturális rendezvényekről is több mint 200 pályázatot, könyvkiadás területén is 30 kötetet, filmforgatókönyveknél is fél száznál több filmforgatókönyvet támogatott a bizottság. Összességében 710 pályázat volt nyertes, és 596 millió forintot osztottunk szét ezen nyertes pályázók között. Megemlítenék pár kiemeltet, így például a Hadtörténeti Intézet és Múzeumot 65 millió forintos támogatással indulott a kiállítás, a Széchenyi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, a Balassi Intézet, mind-mind a Nemzeti Múzeummal, a Nemzeti Levéltárral és a Nemzeti Színházzal közösen kiemelt rendezvényeket valósítanak meg. Ugye egy példát említsek csak önöknek, a Balassi Intézet által lett összeállítva a Nők is hősök című kiállítás, amely a női szerepeket, a női szerepek átalakulását mutatta az első világháború alatt és az első világháborút követő időszakban. Ez is része annak a 710 pályázatnak, amelyet az Emlékbizottság támogatni tudott, és bízunk benne, hogy sok hasonlót sikerül még a következő években is támogatnunk, ezért bízunk benne, hogy folyamatos lesz az érdeklődés, és mindemellett Magyarországon az első világháborús megemlékezés sorozat talán arra is lehetőséget nyújt, hogy a nemzeti hős kultusz újra méltó helyre kerüljön Magyarországon, hiszen ennek a helyét nagyon régóta keressük. Ennek a helye pontosan a 20. századi sok-sok rendszerváltozás miatt nagyon sok csorbát szenvedett. Nekünk pedig úgy látszik 100 évvel később ugyan, de talán akkor már történelmi objektív szemüvegen keresztül közelítve talán könnyebb is ezt a fajta hős kultuszt megvalósítanunk, és ennek része az is, hogy azoknak az özvegyei, azoknak az árvái, akik már ugye nyilván nem az első világháborúban, hiszen a 100 éve történt, hanem azóta a hazáért bármilyen módon, bárhol, egyenruhásként, katonaként a hazáért adták az életüket, nos ezeknek az árváknak, ezeknek az özvegyeknek tovább bővítsük azokat a különböző kedvezményeit, amikkel a nemzet megbecsülését az irányukba is, illetőleg hát az elhunyt édesapjuk vagy az elhunyt férjük irányában ki tudjuk fejezni. Ez az elmúlt időszakban is különböző juttatások megemelésében testet öltött, de a kormány folyamatosan vizsgálja, miként tudja a hadi hősök árváinak és feleségeinek, özvegyeinek a juttatásait, a közszolgáltatásokhoz való könnyebb jutását, szélesebb körű jutását a következőkben is mindinkább kibővíteni. Az ősz folyamán is fogunk ezen dolgozni, hogy a nemzetért meghaltak, itt maradt hozzátartozói minél inkább érezzék a nemzet gondoskodását.